Szépen szaporodnak a tervek a római part mögötti házak árvízvédelme szempontjából, csak nehogy jöjjön egy nagy áradás, mert a tervekkel nem lehet megvédeni a házakat. Erről fogunk beszélgetni Bardószi Sándor tájépítésszel. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye ön lányúra dolgozik együtt, lehet tudni, hogy mit szeretnének, hogy mi volt az eredeti terv, hogy a Nánási út mentén legyenek a tervek. Ugye a fővárosi közgyűlés ezt most nem támogatta, ezt a tervet. Mi a kifogásuk önöknek, hogy miért ragaszkodnak a Nánási úti nyomvonalhoz? Igen, hát ez a fölkérés Lányai úr felé körülbelül a nyár közepén jött a főpolgármester úrtól, és ő megkeresett több különböző szakembert. Az egyikük az a dr. Koncsos László volt, a BME vízi közmű tanszékének a vezetője, aki ennek a tanulmánynak a vízügyi részét jegyzi, és ő azt állítja a saját tanulmányában, hogy a Nánási Királyok úti védvonal az, ami sokkal biztonságosabban és sokkal olcsóbban képes megvédeni azt az 55 ezer embert, aki a Csillaghegyi öblözetben lakik. Ugyanakkor több száz lakás van ott a Nánási úti nyomvonal és a Dunapart között, amelyek viszont ilyen módon hát veszélybe kerülnének. Hát ezt egy picit pontosítanám, mert a hullámtéren belül összesen 37 darab olyan ingatlan van, amin lakó ingatlanként szerepel. Most egy papíron mi, de ön is szokott ott sétálgatni, látja, hogy ott nagy emeletes házak vannak, úszómedencével, garázsokkal. Persze, szoktam sétálgatni ott, de közben ismerem a rendezési tervet is, és az egyértelműen lefekteti, hogy ezen a területen belül csak üdülő ingatlanok építhetőek. Ráadásul olyan szabályozási körülmények között, hogy ezeknek az üdülő ingatlanoknak azok az állandó tartózkodási szintjei, amik lakhatóak, azok a mértékadó árvízszint fölé kell, hogy épüljenek. Tehát magyarul ilyen lábakon álló házak. Hát vagy lábakon, vagy a területnek a feltöltésével, de valamilyen módon védekezni kell az árvizek ellen. Ez nagyon sok esetben nem történt meg. Most, hogyha valaki ellenségesen áll az önök ügyéhez, akkor azt mondja, hogy önök amellett érvelnek, hogy ezek a lakások emberek százainak, vagy nem tudom, ezreinek az otthonai, ezek védelem nélkül maradjanak. Miért érvelnek emellett önök? Hát ezt kétfelé bontanám. Az egyik érv az emellett, hogy az ott lakóknak a többsége az jelenleg sincs veszélyben, mert azok a lakóparkok, amik 2002 után épültek, azok elvégezték a házi feladatot, és a döntő többségük az feltöltésre épült meg. Tehát, hogyha jön az ár, akkor gyakorlatilag a lakóegységek azok nincsenek árvízi veszélyben. Nyilván az áradás alatt áramszünet van, és ki kell ezeket a tartósan üdülőket lakoltatni erről a területről. Nem üdülők ezek, tehát papíron üdülők, de gyakorlatilag nem. Nem, jogilag is üdülők, tehát hogy ők nem lakók. Üdülési illetéket fizetnek, már csak ebből észre kell, hogy vegyék, hogy ez nem lakó státusz, hanem üdülő státusz. Jó, de hát azért akkor is meg kell védeni őket is valahogy. Nem, tehát hogy ez szeretném, nem oka arra, hogy ne védjük nem, meg ezt őket. Szeretném eloszlatni ezt a tévedést, tehát hogy a fővárosnak joga, nem csak joga, hanem kötelessége is a lakóterületeket megvédeni. Az üdülőket nem kötelessége megvédeni. Én értem, de akkor ilyen alapon a rákos betegeknek se kötelező kemoterápiát adni, és mégis kapnak. Szóval... Nem, tehát a rákos betegeknek is, tehát az egészséghez való jog az létezik, az élethez való jog is létezik, az életbiztonságot az államnak, az önkormányzatnak ezen a területen is biztosítani kell. A vagyonnak a biztonságát, az annak a tulajdonosnak kell állnia, aki vállalta azt a kockázatot, hogy a hullámtérre épít. És hogyha azokat a szabályokat betartotta volna, amik a szabályozási tervben vannak, akkor neki vagyoni kára az árvizekből nem keletkezik. Nézd, azok a lakások között, én tudom, hogy olyan üdülőről beszédett, van olyan, ami már háromszor gazdát cserélt, lehet, hogy a harmadik gazdának fogalma sincs erről a helyzetről, most őt büntetni, nos, az nem fel. Szóval a törvény az úgy szól, hogy a törvény akkor is érvényes, hogyha az ember nem tud róla. Tehát, hogyha valaki ingatlant vásárol, akkor abban nem csak jogai, hanem kötelezettsége is keletkeznek. Azt fogják mondani önökre, hogy egyfajta bosszút akarnak állni ezeken az embereken. Ez azért nem bosszú, mert van egy másik oldala is ennek a történetnek, ez pedig az árvízi oldal. Tehát abból a tanulmányból, amit mi írtunk, az derül ki, hogyha a part mentén épül meg egy ilyen gát, akkor annak a nagyobb kockázatai vannak nem csak erre a hullámtéri területre, hanem az egész 55 ezer lakosra, aki a Csillaghegyben, tehát a Aquincum, Pók utca, Csillaghegy, Békás megyer,
területen lakó 55 ezer emberről beszélek, tehát őket a Nánási úton jelenleg biztonságosabban lehet megvédeni, mint azt 40 millió forint vagy 40 milliárd forint elköltése után a parton tesszük. Ugyanis a parton egy csomó olyan kockázati tényező keletkezik, ami a Nánási úton nincs. Itt beszélhetünk a jegesár, az úszadéktalálat, vagy például a fák rádőlésére, a fák az alumínium gátra rádőlhet egy fa. A jelenlegi tervek azt tartalmazzák, hogy 4 méter közelségben ettől az alumínium gáttól már megmaradhatnak a fák. Ezért tudtak lemenni csekély 500-ra az 1500 kivágandóból, de ez szerintem megengedhetetlen veszélyeztetése ennek a csillaghegyi öblözetnek, ennek az 55 ezer lakosnak. Tehát itt mérlegre kell tenni szerintem, hogy mi a fontosabb 55 ezer lakónak a megvédése, vagy pedig csapjunk még ehhez a védelemhez úgy 800, körülbelül 800 üdülőt is, ami után nekünk egy olyan elsőrendű védvonalunk keletkezik, ami kevésbé biztonságos, mint amit a Nánási királyok útják. Én értem, hogy ön folyamatosan üdülőkről beszél, de hát ön is tudja, hogy abban ott laknak emberek. Kisgyerekeket onnan hordanak óvodába, szóval ezek nem üdülők. Nem állítom, hogy törvényes, vagy így ez nem törvényes, így, de attól még az ott van. Na, van viszont egy kompromisszumos megoldás, ugye az egyik az, hogy a part mellett ott a fák alatt legyen, az önöki a Nánási út, és most született egy harmadik elképzelés, vagy most lett publikus egy harmadik elképzelés, hogy ott a lángos sütők háta mögött, már ezeknek a bizonyos luxus házaknak a kertjénél húzódjon egy ilyen alumínium védfal. Ezt tudják önök támogatni? Hát ebben a formában, hogy alumínium védfal húzódjon, nem. Mi folyamatosan egyébként beszélünk erről a harmadik megoldásról is, konkrétan a lány által szerkesztett tanulmányban is szerepel egy olyan köztes nyomvonal, ami boncolgatja azt, hogy miközben az elsőrendű védvonalat a Nánási királyok útján kell fejleszteni, aközben ez a úgynevezett kerítésmenti védvonal, vagy a kerítés közeli védvonal, amihez természetesen a hullámtér ingatlan tulajdonosoknak a hozzájárulása is szükséges, illetve egy kisajátítás. Nem csak a hozzájárulás, hanem kell adjanak területet. Így van, egy ilyen kisajátítási eljárás folyamán kell meghatározni ennek a pontos nyomvonalát, tehát hogy ez lehet egy olyan másodlagos védvonal, ami valamilyen biztonságot nyújt a hullámtéri lakosoknak is. Én még odáig elmennék, hogy ez adott esetben állami önkormányzati pénzeknek a felhasználásával épülje meg, hogyha ebbe a területi kisajátításba ezek a hullámtéri tulajdonosok benne vannak, hiszen a hullámtéren belül még nagyon sok állami és önkormányzati terület is van. Tehát valamilyen részt vállalnia kell ebből az államnak is, az önkormányzatnak is. Én abban nem vagyok biztos, hogy ez a fővédvonal státuszt megkaphatja, ugyanis annak nagyon szigorú szabályai vannak. A fővédvonal mögött kell lennie egy legalább 4 méter szélességű szervízútnak, amin a védekezés történik, amikor jön az ár. És az ő telkükből menne. És az is az ő telkükből menne. Hát, illetve abban sem vagyok biztos, hogy ennek alumíniumból kell lennie. Tehát ez valami olyan szerkezetnek kell lennie, ami lehet, hogy feltöltés, lehet, hogy földgát, lehet, hogy egy kerítésnek álcázott vasbeton fal, de mindenképpen egy biztonságosabb szerkezet, mint az alumínium. Tegye a szívére a kezét, ön szerint ebben a státuszban egy szakmai ügyről, vagy egy politikai ügyről van szó? Ebben a státuszban, nem csak ebben a státuszban, de szerintem egész végig az elmúlt 7 év során inkább politikai ügy volt ez, mint szakmai. Tehát én úgy érzékelem, hogy a szakmáknak nagyon kevés beleszólása volt ebbe a dologba. A főpolgármester elmondta már a kezdetén, hogy mit szeretne csinálni, a szakmák megcsinálták, megtervezték ezt a dolgot. Ő kínál most kompromisszumot ezzel a köztes megoldással. Buzbalás kínál kompromisszumot, amit én akceptálok. Tehát, hogy szerintem a Buzbalás sokkal jobban érzékeli, hogy ez az 55 ezer ember veszélybe kerül a parton. A főpolgármesternek van egy nagyon határozott elképzelése. És ami mögött nem, 6 tanulmány áll, amelyik azt mondja, nem áll mögötte 6 tanulmány, ez is egy torzítás a dolognak. 3 olyan tanulmány áll, amit egyértelműen ő rendelt meg. A másik 3 tanulmány az nem ezt a nyomvonalat és nem ezt a típusú gátat hozta ki, hanem egy tervelézményekről van szó, vagy pedig egy teljesen más nyomvonalról, tehát az egyik legerősebb állítás az OVF, az Országos Vízügyi Felügyelőség állítása, például pont ezt a kerítésmenti megoldást támogatta, és nem a partmenti megoldást. Köszönöm, hogy eljött. Bardóczi Sándor tájépítész volt a vendég.
Ez volt már a napi aktuális munkatársaim nevében is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap is én várom Önöket. Viszontlátásra.